kerámia készítő foglalkozásra várta vasárnap délelőtt a Vidék Kosara Egyesület az érdeklődőket a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házba. Pus Tibor fazekasmester segítségével vázákat, tálakat készítettek a jelenlévők. A fazekasság égetett agyagból használati tárgyak, elsősorban edények előállításával foglalkozó ősi mesterség. A fazekasmester tájnyelven oláros mesternek vagy gelencsérnek is nevezik. Az iparművészet egyik talán legősibb válfaja, melyel ma már csak nagyon kevesen foglalkoznak. Tiborhoz szülei révén már a gyermekkorától kezdve közel állt a kerámiázás. Nekem a kerámiával tulajdonképpen már kiskorom óta van egy ilyen kapcsolatom, mert a szüleim is ezzel foglalkoztak 50 évig, úgyhogy nekem a kiskoromban a játék helyett agyagot adtak a kezembe, és hát ezzel játszadoztam és mintázgattam. Szerintem azért fontos, mert egyre kevesebben vagyunk keramikusok és fazekasok, és hát idő előre haladtával egyre kevesebben leszünk, és hát jó látni, hogy így a gyerekeknek nagyon szokott tetszeni, és hát mégiscsak jobb itt kint foglalkozni, meg valamit kézzel dolgozni, mint a számítógép előtt, úgyhogy szerintem ezért jó dolog. A klasszikus korongon vázákat, bögréket, tálakat, vagyis kör alapú tárgyakat lehet készíteni. Ezeket óvatos mozdulatokkal kell formálni, ugyanis nem megfelelő technikával könnyen szakadhat az agyag, vagy csak nem lesz teljesen szimmetrikus. A használatba vételig még több folyamaton mennek át a megformált edények, Tibor ebben is szívesen vállalta a közreműködést. Ha itt végeztünk, úgy egyeztünk meg, hogy én aztán elviszem haza, vagyis hát először kiégetem első égetésre, bemázolom, aztán kiégetem másodszorra, és akkor így teljes értékű edények fognak készülni, bögrék, stb. A korongozás mellett kézi formázással, különböző technikákkal apróbb díszeket is készítettek a foglalkozásra érkezők. Az agyag kiválóan alkalmas lakásdekorációs elemek elkészítésére is, legyen az egy embert ábrázoló kisméretű szobor, vagy akár egy egyszerűbb és elegánsabb rózsa.